Egyre erősebb háborúpárti nyomásgyakorlás éri hazánkat. A magyar kormány szerint az amerikai nagykövetség háborúpárti kampányt indított Magyarországon. Szijjártó Péter az üggyel kapcsolatban azt mondta, kéretik nem gyarmatként tekinteni ránk, és nincs az a nyomás, amivel minket háborúpárti álláspontba lehetne préselni. Közben David Pressman azonnali leváltását követeli egy republikánusokhoz köthető szervezet a Biden kormányzat szankciói miatt. Barna. Köszönöm szépen, Tóth Erik, a vendégem, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez melyik szervezet? Milyen szervezet lehet ez? Ugye azt azért tisztáznunk kell szerintem, mielőtt ezt az egész ügyet nagyjából kibontjuk, hogy bár most az Amerikai Egyesült Államok baloldali Biden adminisztrációja próbál nyomást gyakorolni jelen pillanatban is Magyarországra, az említett okok miatt, amelyeket a felvezetőben hallhattunk, azért azt rögzíteni kell, hogy nem ez az egyetlen álláspont az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak ott is józan hangok, vannak ott is józanul gondolkodó politikusok, politikai szervezetek, agytrösztök, és az egyik ilyen agytrözt vagy szervezet kezdeményezhette azt, hogy az ő meglátásuk szerint olyan mértékű belügyekbe történő beavatkozás történt, akár a tegnapi nap folyamán, akár pedig ezt megelőzően akkor, amikor az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége például ezt a plakátkampányt, vagy azt megelőzően azt a social media kampányt elindította, amelyben a magyar kormány, illetve a magyar társadalom békepárti álláspontját kritizálta, amelyik egyértelműen kimondja azt, hogy ezt a tevékenységet David Pressmannek be kell fejeznie. David Pressman bár valóban az Amerikai Egyesült Államok baloldali kormányzata által kinevezett tisztségviselő, de a hagyományos diplomáciai szabályrendszernek őnek is meg kell tudnia felelnie, ezeket a játékszabályokat, idézőjelbe tett játékszabályokat neki is be kell tudni tartania. És az én megállapításom az az, hogy David Pressman az elmúlt időszakban nem törekedett arra, hogy a hagyományos nagykövetségi, mondjuk úgy, hogy protokollnak megfelelően járjon el bizonyos kérdésekben, és összességében sajnos ez nem is meglepő, mert ő már a kinevezésének a napján, illetve már azt megelőzően, mikor az amerikai szenátus őt meghallgatta, hát mondjuk úgy, hogy nem barátként tekintett Magyarországra, illetve a magyar jobboldali kormányra, hanem ellenfélként tekintett a kezdetektől fogva, és ezek a barátságtalan lépések vezettek egyébként oda, hogy most már az Amerikai Egyesült Államok kongresszusából, illetve az Amerikai Egyesült Államok republikánus oldalához köthető szervezetek irányából is megjelentek olyan hangok, amelyek az ő kvalitásait, illetve alkalmasságát megkérdőjelezik. Menjünk azon az ösvényen tovább, hogy itt, amikor megjelentek ezek az óriás plakátok, amin oda van írva, hogy Ruszkik haza, és azt is, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége finanszírozza ezt. Nagyon sok kommentelő összefüggésbe hozza 1956-tal, amikor az amerikaiak nem segítettek itt. Nagyon sok oka van. Persze. A szuezi válságtól kezdve nem akartak háborúba bonyolódni, többféle megoldása is lehet, de ez a kettő összefüggésben lehet. Nagyon érdekes kérdés, az biztos, hogy a plakátkampányban azért egy nagyon komoly logikai bukfenc tapasztalható, mert valóban, ahogy ön is említette, bár rengeteg oka volt, de mégiscsak 1956-ban, illetve az azt követő időszakban a magyar társadalom várta a nyugati segítséget, és ez a nyugati segítség nem érkezett meg, ilyen-olyan, amolyan okokból kifolyólag. A mostani plakátkampány viszont egy teljesen más kontextusban valósul meg, ráadásul nekem az a legnagyobb problémám ezzel az egész akciósorozattal, hogy kvázi pártpolitikai dimenzióba helyezi ezt a vitát, márpedig az amerikai nagykövetség, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége az én tudomásom szerint nem pártpolitikai szereplő jelen pillanatban Magyarországon. Bár kétségtelen tény, hogy sajnos David Pressman az elmúlt időszakban, hát hogy is mondjam, óvatosan fogalmazva is adott arra utaló jeleket, hogy ő a jobboldali kormányzattal szemben kritikus, még a baloldali ellenzéki pártokkal szemben megengedő álláspontot képvisel. Gondoljunk csak arra, hogy nem olyan régen Botka Lászlóval március 28-án találkozott Szegeden, azt megelőzően pedig több alkalommal bírálta a magyar kormány békepárti álláspontját. Egy alkalommal egészen odáig is elmerészkedett, hogy azt a kívánalmat fogalmazta meg az ő részéről, hogy most már épp itt lenne az ideje, hogyha Magyarország is beszállna ebbe a háborúba és támogatná Ukrajnát pénzbeli, harcbeli, harcászati eszközökkel, katonák küldésével, és még sorolhatnám. Tehát az egész probléma azért mégiscsak az, hogy ahogy arra Szijjártó Péter külügyminiszter úr is utalt, hogy természetes szövetség van
az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között. Nem kell senkit sem emlékeztetnem, de talán érdemes idehoznom pár adatot. Gazdasági értelemben a szövetség rendkívül erős. Magyarországon 1700 amerikai vállalat van jelen pillanatban is, több mint 110 ezer magyar munkavállalónak adnak munkát jelen pillanatban. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy 2010 és 2020 között 68%-kal emelkedett a két ország közötti kereskedelmi volumen. Az elmúlt 8 évben több mint 100 amerikai vállalattal sikerült a magyar kormánynak stratégiai vagy befektetési együttműködési megállapodást kötnie, és rengeteg ilyen adatot tudnék még hozni. Azt akarom érzékeltetni, hogy az, amit most a kedves nézők is tapasztalnak az elmúlt időszakban, ez egy politikai természetű vita. Mi ennek a politikai természetű vitának az eredendője? Nem kell 1956-ig természetesen visszamennünk, elég a tavalyi évet átgondolnunk, a háború kitörésének a napja. Onnantól kezdve az amerikai adminisztráció baloldali politikai vezetése egyértelműen egy háborúpárti álláspontra helyezkedett. Azért helyezkedtek erre az álláspontra, mert Amerikától ez a konfliktus rendkívül messze van. Már bocsánat, ők megengedhetik azt maguknak, hogy a tengeren túlról ilyen és ehhez hasonló üzeneteket fogalmazzanak meg. Mi volt ezzel szemben a magyar társadalom és a magyar kormány elvárása? Az, hogy ez a háború mielőbb, mondjuk úgy, hogy záruljon le, lehetőleg békésen, tűzszünetek útján. Miért? Azért, mert egyrészt magyar emberek halnak meg a frontokon, és azért, mert Magyarországhoz ez a konfliktus minden más nyugati államhoz képest sokkal közelebb van. Tehát ránk nézve ez egy potenciális veszélyt jelent. És így jutunk el a mai naphoz, illetve ez a plakátkampányhoz. Én úgy gondolom, hogy nem csupán a plakátkampánynak a ténye egy mondjuk úgy, hogy elhibázott lépés az amerikai diplomácia, az amerikai baloldali diplomácia részéről, hanem az is, hogy már a korábbi időszakokban is beavatkoztak magyar belügyekbe. David Pressman például két az országos bírói tanácshoz tartozó bírát berendelt magához, azt megelőzően pedig azt is tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok demokrata körökhöz köthető szervezetein keresztül megpróbálták a tavalyi országgyűlési választásokat, hát finoman fogalmazva is befolyásolni akkor, amikor Márki-Zay Péteréknek, illetve a többi baloldali politikai szereplőnek, hát nem kevés dollárba jegyzett támogatást nyújtottak. Említette Magyarország békepártiságát, és az, hogy minél előbbi tűzszünet és üljenek le tárgyalni, nincs más megoldás. Tehát akkor ez lehet a mi kosarunkban, aztán, hogy Oroszországgal kapcsolatot tartunk, mert hát jön a gáz, meg a kőolaj, valamint a genderszemlélet, ez mind a három közre játszhat. Én úgy gondolom, hogy a családvédelem tekintetében is van eltérés természetesen a nézetek között, tehát vannak ideológiai természetű viták, de itt nyilvánvalóan a legerősebb elem a kosárban, ami a legtöbbet nyomja, mondjuk úgy, hogy most már a mérlegen, az mégiscsak ez a háborúpárti és békepárti vonal, választóvonal, amely egyértelműen egy ilyen kibékíthetetlen konfliktust kezd kialakítani a két ország között, de még egyszer mondom, ez jelen pillanatban egy politikai természetű vita. Ennek véget lehetne vetni például akkor, hogyha David Pressmanen keresztül a Biden adminisztráció nem próbálná belepréselni Magyarországot ebbe az egész konfliktusba. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök nem olyan régen adott a Weltwoche című svájci hetilapnak interjút, ahol elmondta azt, hogy mi lesz a következő fél év menetrendje. Az lesz a menetrend, hogy a politikai nyomás növekedni fog. Akárhonnan közelítjük meg ezt a kérdést, most ezt látjuk meg kibontakozni a szemünk előtt, a politikai nyomás növekszik, valószínűleg azért is, amit ön említett, hogy azért vannak más vitás kérdések, például a családvédelem, például a gyermekvédelem, például a gender ideológia kapcsán. Ugye amíg a magyar kormány, illetve a magyar társadalom egy egyértelmű családbarát politikát követel a gender ideológia kárára, addig az Amerikai Egyesült Államokban ez a woke kultúra sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy elterjedt az elmúlt időszakban. Nincs kétségem a felől, vagyis nagyon nagy a valószínűség, hogy ezt a plakát kampányt, ezt a legmagasabb helyről is jóvá hagyták, most az ovális irodára gondolom. Hogyha az a kérdés, hogy nekem van-e kétségem, hogy osztom-e az ön álláspontját, azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvaló van összefüggés a között, hogy nem olyan régen David Pressman az Amerikai Egyesült Államokban az éves jelentését vagy fél éves jelentését megtette, és a között, hogy Budapestre visszatérve mondjuk úgy, hogy meglehetősen gyorsan döntöttek arról, hogy az amerikai nagykövetség támogatásával a Nyugati Pályán nevű Facebook social media platformon keresztül egy plakátkampányt elindítanak. Szerintem ez megint csak abba az irányba mutat, hogy egy rendkívül barátságtalan lépés valósult meg, de ezt a barátságtalan lépést a magyar diplomácia, mint ahogy azt láthatjuk a mai napi eseményekből, próbálja folyamatosan korrigálni, a vitát pedig mederben tartani. Mi lenne, ha Magyarország egy hasonló plakátkampányt
folytatna az Egyesült Államokban a magyar nagykövetség finanszírozása? Bele sem erre gondolni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi nap folyamán már utalt rá, hogy egy ilyen esetben egyértelműen törvényeket sértene, például Magyarország, átlépni azt a bizonyos határt, amit nem szabad, és komoly, mondjuk úgy, hogy büntető intézkedésekkel kellene szembenéznie. Egyébként utalt rá is a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy törvényi értelemben ideje felzárkóznunk az Amerikai Egyesült Államokhoz. Leegyszerűsítve és gyorsan válaszolva a kérdésére, óriási felháborodás lett volna ebből az ügyből, és mindenki Magyarországot próbálta volna pellengére állítani. Most ez elmaradt, de csak azért, mert az Amerikai Egyesült Államok geopolitikai szereplőként hát nyilvánvalóan erős szövetségesekkel rendelkezik. Nem akarok semmiféle jövőbelátással foglalkozni. Említette, hogy Amerika messze van, egy tenger választ bennünket. Itt. De Alaszkánál nem, át lehet látni. Így van, bár azért annak a geopolitikai jelentősége megint csak más. Szerintem a magyar szempontból, ami most érdekes, az az, hogy ez a nyomásgyakorlás miként fog majd folytatódni. És én úgy látom, hogy a magyar diplomácia arra törekszik, hogy ezek a konfliktusok, ezek rövid távon megoldódjanak. Itt az a kérdés, hogy azért mégiscsak közeleg az amerikai elnök választásnak a pillanata. Joe Bidennek már nincs sok ideje valami maradandót alkotni az első elnöki ciklusa idején, hogy ők mit fognak erre reagálni. És én sajnos azt látom, hogy ebben a háborúpárti logikában ebben nincs menekvés. Joe Bidenék egyértelműen azt mondják, hogy Ukrajnának valamilyen szempontból nyernie kell, az oroszokat pedig el kell törölni idézőjelbe téve a földszínéről. Csak hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy reális forgatókönyv, és ezért mondja azt a magyar kormány, sőt a magyar emberek többsége, hogy itt békére van szükség, tűzszünetre van szükség, ez az egyetlen megoldás. És ez az, amiben a magyar kormányzat és az amerikai baloldali politikai vezetés jelen pillanatban nem ért egyet. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.